tudom, hogy akkor, amikor mondjuk 30 év múlva az Oscar-díj átadáson látom valamelyiket, akkor majd emlékszik, hogy te meg vagy Jan, meg vagy Miskolc. Egy más világba csöppenünk, és annyira, meg számomra ez megfogott még nagyon régen is, és ezt akartam átélni, azt, hogy a nézőkkel való kapcsolat, hogy hatással vagyunk a nézőkre. Az, hogy mi létrehozhatunk egy világot, egy másik világot. Hogy mi ma a cseresznyéskert, ezt szerettem volna megjeleníteni, vagy tárgyasítani ezt a dolgot, és a háttérben azt a tájegységet jelenítettem meg, ami értékessé teszi a polgárság számára ezt a helyet. Talán a mi generációnk az, akinek nincsenek ilyen szöges drótok körülöttünk, nincsenek falak, ami bezárnak minket, tehát hogy nekünk másképp kell lázadni, másképp lázad a mi generációnk, vagy nem lázad. Erre kerestük igazából a választ, hogy tudjuk megélni azt, ami minden fiatalnak és sajátja, hogy előbb-utóbb elkezd lázadni az ellen, ami körülveszi. Mindönkben ott van pszichéje, a lázadó, a szabadságra vágyó, a mindent, minden konvenciát fölrugó valaki, az ott van, persze mindönkben. Jó só, kancája, pompás! Hát én is inkább érkeztem volna lovon. Szabad színház csinálás volt, és hát tulajdonképpen egy hét Gyulán, amikor úgy összeszedtük az egészet. Akkor nem értem, hogy mi a probléma. Gyerekek! 30 gyerek kerül kórházba. Azt értem. Majd meggyógyulnak. Az ember, hogyha beül, és tényleg figyelmesen hallgatja ezeket a párbeszédeket, akkor nyilván azonnal arra gondol, hogy mi van ma. Tehát, hogy tud az előadás kötődni a mához. Én irányítok. Engem is csak rángatok. Minden rohadtnak kapok valami teljesen kedvetlen utasítást. Minden rohadtnak. Az Ibsennek a Népellensége című darabja szolgáltatta az alapot. Egy pici van benne abból a darabból, de igazából a munka során a gyerekekre íródott az anyag, úgyhogy eltávolodtunk teljesen az eredeti Ibsen darabtól, és kifejezetten az ő számukra készült. Ha van a városnak erre pénze? Kell, hogy legyen, mert különben nem lehet megnyitni a fürdőt. Nem lehet megnyitni? De. Nem. De. De hogy van? De. Nem. De. Nem, ez így nem engedem.